Eredményes esztendő, személy és eszközállományban is sokat fejlődött a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2016-ban. Újabb utónevek, Anfissa Nurbanu Riko, többek között ezekkel bővül az elfogadott keresztnevek listája 2017-től. Záhonyi tervek, szeretnék felújítani a művelődési házat, valamint a helyi uszodát is. Utóbbinál energetikai korszerűsítésre igényel támogatást a város. Személy és eszközállományban is sokat fejlődött a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2016-ban, mondta el szerkesztőségünknek a szervezet igazgatója. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Varga Béla tájékoztatása szerint ebben az évben több új tűzoltóautóval és járművel gyarapodott az eszközpark. Bővült a beavatkozó állomány, jövőre pedig újabb fecskendők érkeznek. Fehérgyarmaton pedig elkezdik egy új tűzoltó laktanya építését is. Ezek a felvételek október végén készültek, akkor a Záhonyi vasútállomásnál gyakorlatoztak a tűzoltók. A feltételezés szerint vonatok ütköztek, és egy személyszállító vagont felborult, abban többen bent rekedtek. A sérültek kimentéséhez és a vészhelyzet elhárításához nagyon fontos a technikai eszközpark állapotának szinten tartása és fejlesztése, valamint az állomány képzettsége. Nagyon sokat fejlődtünk, mind emberi állomány szempontjából, mind pedig a technikai eszközök vonalán. Ebben az évben 10 fő érkezett a modulképzésből, 10 beavatkozó állománnyal lettünk többek. Ezen kívül 6 új technikai eszközt kapott ez a megye, hiszen az elmúlt évtizedekben ez a megye mindig igyekezett a legjobb technikai eszközöket beszerezni, és most eljutottunk arra a szintre, hogy országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legmagasabb az átlag életkora technikai eszközöknek. Ez az előjáró is jól tudja, ezért 2 új magasvólmentőt, 2 új fecskendőt, katasztrófa műveleti szolgált kapott egy új gépjárművet. Az igazgató szerint sikertörténet a korábban indított katasztrófavédelmi őrs program is. A Baktalórendházán és Fehérgyarmaton 2013-ban átadott őrsök az úgynevezett mentő tűzvédelem szempontjából kiemelt jelentőségűek, hiszen tevékenységükkel az addig ellátatlan területeket, úgynevezett fehér foltokat fedik le. Nagyon fontos a katasztrófavédelmi őrsöknek a szerepe a megyében, hiszen a beavatkozások 99%-a egy fecskendős beavatkozás, ami azt jelenti, hogy egy technikai eszköz vonul ki, és az őrsöken ugye egy technikai eszköz van általában, néhány őrsünkön még visszaállító is van, és ez nagyon fontos, hogy a kisebb kiterjedésű tüzeket, műszaki mentéseket, kisebb volumenű műszaki mentéseket az őrseink hajtják végre. Jó szerepelnek, ez egy sikeres projekt, folytatni is kell. A továbbiakban a katasztrófavédelmi őrsöket fogjuk fejleszteni, más településeken is létrehozásra fognak kerülni. A katasztrófavédelmi igazgatóság tervei szerint 2017-ben újabb gépjárműfecskendők érkeznek majd a megyébe, Fehérgyarmaton pedig új tűzoltó laktanya építését kezdik el. Anfissa Nurbanu Riko. Többek között ezekkel bővül az elfogadott keresztnevek listája 2017-től. A magyar utónév lista több mint 4000 keresztnevet tartalmaz jelenleg, azonban évről évre újakat fogad el a Magyar Tudományos Akadémia Bizottsága. A legtöbben becenevekről vagy irodalmi művek fiktív szereplőiről szeretnék gyerekeiket elnevezni. Nilüfer, Náni vagy Anfissa, jövő évtől akár így is anyakönyvezhetik majd a lányokat, ezeket a neveket ugyanis elfogadta az MTA. Fiúknál többek között a Bentley, Nero és Riko került be a listába, de nem mindenki adna ehhez hasonló különleges nevet saját gyermekének. Nem igazán adnám a gyerekemnek, ez úgy semmit nem jelent szerintem. Tegnap hallottam a hírekben, hogy egész ilyen érdekes keresztneveket találták ki. Például fiúknál lehet adni a Nero nevet, ami elég érdekes az én számomra. Régebben ugye, amikor bejöttek ezek a brazil szappanoperák, Esmeralda, meg ugye volt a Dallas, a Pamela, akkor tehát mindig a szappanopera után adták a neveket. Olvastam ezeket, hogy miket fogadtak el, furák. Kíváncsi vagyok, hogy kik fogják így elnevezni a gyerekeiket. Nem igazán, mert
lehet, hogy ki sem tudnám mondani majd később, de nem hiszem, hogy szeretnék ilyen neveket. Az MT a Nyelvtudományi Intézetében egy 5 fős bizottság dönt a listáról, amely jelenleg közel 4000 nevet tartalmaz. Az elfogadásnak azonban több feltétele is van. Magyarországon csak magyar keresztnevet lehet adni. Az is, hogy uniszex nevet sem lehet adni. Tehát az azt jelenti, hogy mind fiúra, mind lányra alkalmazható, ez teljesen hát értelmetlen lenne. Aztán az is fontos, hogy úgy legyen magyar név, hogyha idegen eredetű is, azt fonetikusan, tehát magyarosan kell leírni. Tehát az, hogy Jennifer, az mindenképpen J-vel. És hát az, hogy ne legyen fölháborító, vagy hogy mondjam elnézést, butaság az a név, mert én már hallottam, hogy valaki a gyerek hogy fiúnak vagy lánynak, azt nem tudom, a radiátor nevet akarta adni. Az elutasított női nevek között szerepel például a Cukorka, Főni és Táblácska. Férfi utónevek között pedig a Balaton, Ádmány és ZT. A szülők több helyről is gyűjtenek ötleteket a névválasztás során. Egyrészt fantázia név, hogy a szülők kitalálnak valamit, és akkor ezt kell eldönteni a bizottságnak. Másrészt pedig esetleg valamilyen idegen eredetű, vagy nagyon régi eredetű név, és ilyenkor a bizottság meg is keres szakértőket, hogy valóban kutassa ki, hogy ez indiai eredetű, vagy bármi egyéb a név, és valóban lehet alapja, hogy valamilyen szépirodalmi műben találkoztak ezzel, így például Vörös Sándornak a Bóbita művje alapján a Bóbita keresztnév, vagy a Maminti, ugye, ami egyébként a Lázár Ervin meséjéből ered. A legnépszerűbb keresztnevek listája az elmúlt 2 évben nem változott, de ezek között csak a hagyományosnak számító utónevek szerepelnek. Fiúknál a Bence, Máté és Levente, amíg lányoknál az Anna, Hanna és Jázmin vezeti a sort. A pályázatok beadásának éve volt 2016 Záhonyban, tájékoztatott a település polgármestere. Helmeci László kiemelte, több terve van az önkormányzatnak, szeretnék felújítani a művelődési házat, valamint a helyi uszodát is. Utóbbinál energetikai korszerűsítésre igényeltek támogatást. A magyar-ukrán határ egyik legfontosabb átkelőhelye Záhony. A kelet kapujaként is emlegetett város korábban kiemelkedő jelentőségű vasúti központ volt. A 40-es években a magyar-szovjet áruforgalom átrakási helye lett. Záhony ugyan még mindig fontos közlekedési és kereskedelmi pont, ám forgalma nagy mértékben csökkent az elmúlt évtizedekben, így egyre kevesebb vasutas család él a településen, és például ez a korábban MÁV-hoz tartozó épület is más funkciót kapott. Most művelődési ház, amelynek teljes felújítását tervezi az önkormányzat, de nem csak erre pályázott a városvezetés. A topos projektből a legfontosabb ez a zöldváros elnevezésű projekt, amiben szeretnénk a művelődési házunkat felújítani, és a város zöld felületének rehabilitációt szeretnénk elvégezni. És van egy energetikai pályázatunk, ami szintén elég nagy volumen, egy 500 millió forintos beruházás lenne ez is, ahol pedig az intézményeknek az energetikai ellátását váltanánk ki megújuló energiákkal, valamint szeretnénk egy nagy méretű parkolót létrehozni a város központjában, ami napelemekkel lenne lefedve, és akkor ezzel megoldódna a városlakók, a panelházban lakók parkolási gondjai, valamint az energiaellátás az intézményeinknek. A közeljövőben a helyi úszodát is szeretnék felújítani, erre is pályázott a Záhonyi önkormányzat. Szintén energetikai felújítás várható, elég költséges az úszoda fenntartása, ez évente 21 millió forint költsége jár a város számára. És ha ezt meg tudjuk oldani, hogy a mostani energetikai költségeket a felére tudjuk szorítani, ez már nagyon nagy segítség lesz a költségvetésünkben. Milyen fejlesztések lehetnek ott? Főként a melegvíz, vagyis a víz fűtésének a költségei, és a fűtés és világításnak a kiváltása megújuló energiákkal. Az elmúlt években folyamatosan fejlődött Záhony, az iskola melletti új napelempark például az oktatási intézmény rezsijét csökkenti. A művelődési ház mellett pedig új parkot alakítottak ki, ahol játszótér és egy szabadtéri színpad is helyet kapott. Mintegy 3 milliárd forint topos forrásra számít a tiszalöki önkormányzat 2017-ben. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Sikeres évet tudhat maga mögött a Nyíregyházi Tekke Klub. A csapat az előző szezonban a 9. helyen zárt a Szuperligában, és jelenleg is bennmaradó helyen áll a legmagasabb osztályban.
Pénteken az év utolsó meccsén lép pályára a női kézilabda NB1-ben a Kisvárda Masztergúdese. A 9. fordulóban a tabella 10. helyén álló várdaiak a 3. helyezett Ferencvároshoz látogatnak. Mintegy 3 milliárd forint topos forrásra számít a tiszalöki önkormányzat 2017-ben. Idén főleg utak és járdák felújítására fordítottak nagyobb összeget, hogy a tranzit forgalmat lebonyolító szakaszok járhatóbbak legyenek. Turizmusfejlesztés, zöldváros program és ipari park bővítés, ezek mind a városvezetés tervei között szerepelnek. Aszfaltjavítás a Táncsics és a Damjanics utcán, valamint 1600 méter hosszú járdai építés további 3 utcában. Tiszalök saját forrásból 55 millió forintot fordított ezekre a 2016. évi beruházásokra. Ebben az évben egy BMS pályázatot nyertünk belterületi utak építésére, ez 15 millió forintos mérték volt, ezt kiegészítettük nyilvánvaló az önrészünkkel, illetve egy olyan utcát érintett, aminek gyakorlatilag körülbelül 3/4 részét sikerült ebből a fejlesztésből megcsinálni, és emellé tettünk még 8 millió forintot, és a tranzit forgalmat lebonyolító útról beszélünk, nagyon fontos volt, hogy ezt megcsináljuk. És ebben az évben lehetőség nyílt önerőből további utak építésére, illetve kátyúzásra, rekonstrukciós munkákra. Idén 7 topos pályázatot nyújtott be a tiszalöki önkormányzat, ezek közül 3 kiemelkedő fontos beruházás van. Az ipari terület alapinfrastruktúrájának fejlesztése, a zöldváros program, illetve a fenntartható turizmus fejlesztés. Ezek összértéke megközelítőleg 3 milliárd forint. Utóbbit a település meglévő természeti kincseire alapozzák, ez az élő Tisza, a hozzátartozó strand és a holtág. Tanösvény és ökocentrum már működik itt, a stranddal együtt a látogatottsága 17-18 ezer főt is eléri évente. Ezek fejlesztése a térség szempontjából lenne kiemelt fontosságú. Az is fontos, hogy itt a belterületünkön, a központban kicsit városiasabbak legyünk, egy kicsit a régi, megszokott környezet megújuljon. Tehát ez is nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy munkahelyteremtés az mindenhol és mindenkor nagyon fontos. Mi közvetett módon szeretnénk a lehetőséget bővíteni, így az ipari park címmel rendelkező területünknek az alapinfrastruktúra fejlesztése én szerintem a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy jelenleg van olyan földterületünk, ami már ki van vonva, a művelési ágból, de a többsége még nincs. 11 néhány hektárról beszélünk. A további tervek közé tartozik a város intézményeinek energetikai fejlesztése. Nyertes pályázatok esetén a beruházásokat jövő tavasszal kezdik, és várhatóan 2018-ban be is fejezik. A téli hideg hónapokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a négylábú kedvencekre. A megfázás, köhögés, orfolyás a kutyákat és cicákat ugyanúgy utolérheti, mint az embereket. A szabadban tartott ebeket megfelelő menedék hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. Egy felelős állattartónak talán mondani sem kell, hogy ilyenkor kedvenceink sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek, mint enyhébb időben. A téli hideg hónapokban kint tartott ebünk számára gondoskodjunk energiában dús eleségről, valamint napközben többször ellenőrizzük az ivóvizes tálakat, mivel a zord időben gyorsan befagy. Ha tehetjük, engedjük be éjszakára a garázsba, az előszobába, egy sufniba, vagy hasonló védett helyre az állatot, ha nem, gondoskodjunk megfelelően szigetelt kennelről vagy kutyaházról. Fontos, hogy a kutyaház száraz és szélvédett helyen legyen, illetve javasolt hőszigetelés a kutyaháznak. A nagyságával kapcsolatban azt szoktuk javasolni, hogy a kutyus kényelmesen meg tudjon fordulni a házban, illetve ha lefekszik, akkor ne lógjon ki a lába. Viszont a túl nagy kutyaház sem javasolt, ugyanis a kutya testhőmérsékletével fűti fel megfelelő hőmérsékletre a kutyaházat, és hogyha túl nagy, akkor nem biztos, hogy erre képes. Javasolt esetleg pokrócok vagy a bejárat elé függőnek a felerősítése, viszont a kutyusok ezt sokszor eltávolítják, kiszedik. A megfázás, köhögés, orfolyás kutyánkat és cicánkat ugyanúgy utolérheti, mint minket. Szabadban tartott ebünket megfelelő kutyaház vagy kennel hiányában akár a fagyás és a kihűlés veszélye is fenyegeti. A kihűlésnek a jeleim az étvágytalanságon és a bágyadságon kívül a remegés, az imbolygó mozgás, kutyus nem akar a házba bemenni, illetve bent marad a házba és remeg esetleg. Ilyenkor érdemes pokrócba betekerni, meleg helyre vinni, felmelegíteni és minél hamarabb állatorvoshoz vinni.
A lakásban tartott kedvenceknek továbbra is fontos a levegőzés. Napközben minél többet legyenek a szabadban, azonban legyünk figyelemmel jelzéseikre, hiszen hideg időben a rövidszőrű fajták egyedei hamar vacogni kezdenek. Kistermetű vagy rövidszőrű kutyusunkat az utcai súzástól vagy a téli minuszoktól cipővel, kabáttal, pulcsival is védhetjük, de kerüljük a megfázást, a hűtött lakásba érve vegyük le róluk azt. Sikeres évet tudhat maga mögött a Nyíregyházi Teke Klub. A csapat az előző szezonban a 9. helyen zárt a Szuperligában, és jelenleg is bennmaradó helyen áll a legmagasabb osztályban. November végén új automatikát kapott a Városi Stadion Teke csarnoka, így az NTK nemzetközi színvonalú pályán fogadhatja ellenfeleit. Elégedetten tekinthetnek vissza a 2016-os évre a Nyíregyházi Teke Klub vezetői és játékosai. A csapat harmadik szuperligás szezonjában a 9. helyen végzett, a 4. szezonnak pedig a bennmaradást megcélozva vágtak neki fintáék. Az ősz nem úgy alakult, ahogyan azt eltervezték az NTK-nál, az első győzelemre a 9. fordulóig kellett várni, de a bajnokság felénél a bennmaradás jelentő 10. helyen állnak a nyíregyháziak a 12 csapatot számláló mezőnyben. Szerintem egy nagyszerű évet zártunk. Úgyhogy visszagondolva már az előző szezonra, szerintem egész jól finisált a csapat. Hozzáteszem, hogy az előző szezonunk az kicsit könnyedebben alakult, ugyanis rögtön az első fordulóba idegenben a BKV-nál tudtunk diadalmaskodni, és ez már abszolút nyugodtságot adott a csapatnak a kezdetektől fogva, és ez végig kitartott. Mostani sorsulásunk azonban annyira brutálisan alakult, az előző évi helyezések alapján kapta minden csapat a sorszámát, és körülöttünk egy-két csapat megerősödött, gyengült különféle átalakulások révén. Tényleg úgy alakult, hogy a legnehezebb mérkőzések, amik a velünk egyszintű csapatoknál volt, rendre idegenben történtek, még azt lehet mondani, hogy idehaza az Ajka elleni mérkőzésünk volt egy olyan, ami mindenképpen szeretnünk volna megnyerni, de akkor az Ajka több fát ütött a csapattól, és megérdemelten nyert. Viszont itt az utolsó előtti fordulóban sikerült egy nem vágy győzelmet aratni a Ferencváros otthonában, ami történelmi győzelem volt, még soha nem sikerült a Nyíregyházi Teke Klubnak ott diadalmaskodni. Az amatőr játékosokból álló nyíregyházi együttest évek óta az állandóság jellemzi. A legrutinosabbnak számító Szlovenszky Tibor szerint nem jelenthet gond a számukra a bennmaradás kiharcolása. Szerintem ezzel a garnitúrával előre fogunk tudunk végezni, mert az őszi szezonunk nehéz volt, és a tavaszi szezonban 7. alkalommal fogunk hazai pályán játszani, és bízom benne, hogy ezeknek a jó részét fogjuk tudni hozni. Idegenben is van 2 olyan mérkőzés, ami szerintem meg fogjuk tudni nyerni az idegenbeli mérkőzést, és véleményem szerint benn fogunk tudni maradni. Az év utolsó meccsén a Győr ellen új automatika állította a bábukat a tekecsarnokban, amely ezzel már a legmagasabb szintű elvárásoknak is megfelel. Nagyon fontos lépés volt már ez, hogy megkapta a szuperligás csapat. A nemzetközi rendezésre is abszolút alkalmas, számítógépes, legmodernebb vezérléssel ellátott új automatikát. Úgyhogy mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez majd meghatározza a nyíregyházi tekesport 10, ahogy akár 20 évét is. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy sokáig nem fog kelleni hozzányúlni a pályához. Egy nagyon picit megváltozott természetesen a bábú állító automata miatt a bábuk dőlése, de úgy gondolom, hogy ez a rutinos nyíregyházi csapat néhány edzés alatt majd be tudja jól játszani, és azt lehet mondani, hogy majd valóban hazai pályának tudjuk majd tekinteni az új automatikával ellátott pályánkat. A nyíregyházi tekézők január elején kezdik el a felkészülést, január 24-én pedig a Szolnok elleni hazai mérkőzéssel folytatódik fintáik számára a bajnokság. Pénteken az év utolsó meccsén lép pályára a női kézilabda NB1-ben a Kisvárda Masztergúdese. A 9. fordulóban a tabella 10. helyén álló várdaiak a 3. helyezett Ferencvároshoz látogatnak. 7 hetes szünet után játszik ismét bajnoki meccset a kisvárdai női kézilabda csapat. A szokatlanul hosszú pihenőt az Európa-bajnokság miatt iktatták be a programba. A várdai játékosok közül a kontinens tornán Dimitrovics a szerb válogatott tagjaként lépett pályára, a brazil Roha és a szlovák Kucserova pedig egy brazíliai tornán szerepelt országa válogatottjában. A többiek sem tétlenkedtek, egy gyulaházi edzőtábort követően több felkészülési meccset is játszott a Máté Fieszter szakmai igazgató és Dévényi János edző által irányított együttes. A Békés Csabával 2-szer, a romániai Zilach csapatával 3-szor mért össze tudását a Kisvárda, emellett a szintén romániai Kolozsvár és Valcea, valamint a Debrecen ellen is csiszolhatták formájukat Tarjányiék. Egy játékost elveszített a szünetben a klub,
A Békés Csabától kölcsön kapott Gidai Esztert visszarendelte a Viharsarki Egyesület. A szakmai igazgató szerint az edzőmeccsek jól szolgálták a felkészülést, amelynek eredményét a Ferencváros ellen már le is mérhetik. Igaz, a jelenleg harmadik helyen álló, a Bajnokok Ligájában is érdekelt fővárosiak hazai pályán abszolút esélyesei a mérkőzésnek, de Szabóék igyekeznek majd megnehezíteni a házigazda dolgát. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik. A 9. forduló további párosítása a következő, Alba-Fehérvár Békés Csaba, MTK Budapest Siófok, Vác Debrecen, Győr Érd, Budaörs Mosonmagyaróvár és Dunaújváros Kispest. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Személyi és eszközállományban is sokat fejlődött a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2016-ban, mondta el szerkesztőségünknek a szervezet igazgatója. Varga Béla tájékoztatása szerint ebben az évben több új tűzoltóautóval és járművel gyarapodott az eszközpark, bővült a beavatkozó állomány, jövőre pedig újabb fecskendők érkeznek. Anfissa, Nurbanu, Rico. Többek között ezekkel bővül az elfogadott keresztnevek listája 2017-től. A magyar utónév lista több mint 4000 keresztnevet tartalmaz jelenleg, azonban évről évre újakat fogad el a Magyar Tudományos Akadémia Bizottsága. A legtöbben becenevekről vagy irodalmi művek fiktív szereplőiről szeretnék gyerekeiket elnevezni. A pályázatok beadásának éve volt 2016 Záhonyban, tájékoztatott a település polgármestere. Helmeci László kiemelte, több terve van az önkormányzatnak, szeretnék felújítani a művelődési házat, valamint a helyi uszodát is. Utóbbinál energetikai korszerűsítésre igényeltek támogatást. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 29-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is műsorainkért és további hírekért böngészték honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!